Megy. Sziasztok! Jó napot kívánok! Kisgyula Zoltán vagyok, a jackplate.hu és a jackplate.eu webshopok tulajdonosa. Mint bizonyára sokan ismertek, de akik nem, annak bemutatkoznék. Én vagyok a magyarországi és a európai, közép-európai dílere a Vance MFG-nek, a Vance Manufacturing-nek, ami egy amerikai cég. Amerikában ezeket a manuális és hidraulikus jackplate-eket gyártja, és én onnan importálom ezeket a termékeket, teljesen szabályosan a adózásnak, vámolásnak, mindenféle szabályoknak megfelelően, azaz így érhető el akár magánszemélyeknek, akár cégeknek ezek az amerikai termékek Magyarországon, és akár az Európai Unióban is. Most szeretnék a két legkomolyabb termékünkről beszélni. Ugye itt a jackplate-ek témában vannak az egyszerű manuális jackplate-ek, illetve vannak a hidraulikus jackplate-ek. A manuális jackplate-ek például az, amit Gábornak a hajóján használunk, egy statikus jackplate, ami annyi, hogy felszereljük rá a motort, megtaláljuk a pontos motormagasságot, és azon fixen használjuk. Míg vannak a hidraulikus működésű jackplate-ek, amik a motorokhoz használt hidraulikával emellik gyakorlatilag a motort. Ezek a jackplate-ek ugye ugyanazt a célt szolgálják, a tökéletes és pontos motormagasságnak a beállítását, illetve megtalálását, illetve ezek az úgynevezett on-the-fly jackplate-ek, amik ugye menet közben is változtatható motormagassággal rendelkeznek, ezek a jackplate-ek arra alkalmasak, hogy vízben, a hajó működése közben akár a legmélyebb pontra, vagy akár a legmagasabb pontra tegyük a motort. Tehát itt gyakorlatilag egy kapcsolóval a jackplate-nek a motoroldali része, nyilván ezzel együtt a motor is, összesen 6 inch, azaz 15 cm összmagasságot tud emelni. Tehát ez a termék felszerelve a hajó fartükrére, itt a szabványos biafuratokkal tökéletesen szabványosan ez felszerelhető, és a másik oldalára, tehát a motor oldalra felszerelve ugyanígy a szabványos lyukakra a motort, el tudjuk azt érni, hogy van egy minimális pozíciónk, amit például akkor használunk, amikor nagyon hullámos, haragos vagy akár viharos vízben dolgozunk, és szükség van arra, hogy minél mélyebben legyen a propeller, azaz minél mélyebb vizet fogjon, ne ventiláljon, ne kapjon levegőt, vagy pedig az ellenkező esetben, amikor tökéletes tükörvízzel horgászunk, akkor a lehető legmagasabb állapotra tehetjük a motort, ezzel elérve a legmagasabb propeller magasságot, ezzel biztosítva a legkevesebb közegellenállást, ilyen szempontból a leggyorsabb haladást. Tehát a kettő között valahol van egy pont, ahol szeretünk hajózni, az ideális állapot, az gyakorlatilag ezzel a hidraulikus jackplate-tel beállítható. Ugye ez nagyon sok mindennek a függvénye, terhelésnek, hajótípusnak, tényleg hullámzásnak, időjárási vízkörülményeknek. Gyakorlatilag ez a hidraulikus jackplate. Ez egy nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon hasznos dolog, főleg a versenyszektorban, főleg egy bizonyos hajó mérettől fölfelé, és természetesen egy bizonyos motormérethez. Ezek a jackplate-ek, a Vance kettőfajta hidraulikus jackplate-et árul, az egyik 150 lóerőig használható, a másik pedig 300 lóerőig, tehát egy középkategória, ami a magyar viszonyoknak tökéletesen elég, ez 150 lóerőig terhelhető. Általában azt lehet mondani, hogy a 40 lóerős motoroktól fölfelé van ez a biafurat, azaz 40 lóerőtől fölfelé ez a termék akár a 150 lóerős motort is tudja. Egy nagyon fontos paraméter az úgynevezett setback, ez a motor és a fartükör távolság. Ennek a terméknek az a lényeg, hogy ez alapvetően 6 inch, azaz 15 cm-es setbackkel kapható, de ezek a profilok, ez az elalakú lemez, ez cserélhető rajta, így elérhető 8 inches és 10 inches, azaz 20 centis és 25 centis setback távolságú jackplate, és ezt akár később is változtathatjuk. Amúgy ez a setback, ez nagyjából a hajó hosszának és a motor méretétől függ. Azt szoktam mondani, hogy 5 és 6 méter közötti hosszú hajón a 6 inches setbacket ajánlom, és a 6 méter fölötti hajóknál már a 8 inches setbacket ajánlom, illetve minél nagyobb motort teszünk egy ilyen termékre, annál nagyobb távolság kell itt, általában a hidraulikus kormány miatt, ezért az is befolyásolja, tehát egy 150 lóerős motornál már általában a 8 inches setbacket szoktuk javasolni, és akkor a 10,
10 incs az inkább már a 300 lóerőnél is érdekes. A felületről annyit, hogy alapvetően az édes vízre ezt az úgynevezett raw, azaz nyers alumínium felületet javasoljuk, ez a teljesen alap, ez édes vízre tökéletes, de ha sós vízre, azaz tengervízbe vagy ilyen félsós brakvízbe akarjuk használni a jackplate-et, akkor felületkezelést is tudunk adni. Kétféle felületkezeléssel lehet a jackplate-eket kapni, az egyik egy víztiszta clear anodizing, ez egy anodizált felület, az egy közepes minőséget jelent, tehát használható sós vízben, de nem az a legtökéletesebb. Van egy hard black anodized, azaz matt fekete anodizált verzió, ami egy tökéletesen matt felületet ad. Ez nem egy festés, ez egy anodizálás, azaz gyakorlatilag elektrolízissal beépül a festék az anyagnak a felületébe. Emiatt sós víz álló lesz, a gyártó azt mondja, hogy kb. 10 éves élettartammal lehet számolni. Szóval nagyon fontos megemlíteni, hogy édesvízre és sósvízre, tehát tengervízi felhasználásra is javaslok jackplate-et, különböző felületekkel ajánlom, illetve még egy variáció van. Jelenleg Európában ezt a Thomson Linear nevű hidraulikával szállítjuk a jackplate-eket. Ez egy tökéletes minőség a só vagy az édesvizekre, de ha valaki kizárólag tengeren használja, akkor van egy Parker Hennifin nevű pumpa is, az egy valamennyi pénzzel drágább, de az sós vízre való. Szóval, hogyha valaki egyértelműen tengerre vesz egy jackplate-et, egy hidraulikus jackplate-et, akkor inkább javaslom a Parker Hennifin pumpát és egyértelműen a hard black anodizált felületet. Szóval ez a hidraulikus jackplate. Ennek a neve egyébként HID VS001, és mindegy hidraulikus jackplate. Aztán van egy másik termékünk, ami egy úgynevezett state of the art termék, ez a hidraulikus kick-up plate. Ennek a hidraulikus kick-up plate-nek teljesen más, vagyis nagyon hasonló a felépítése, viszont van egy nagyon fontos rész benne, hogy ez a felfüggesztés rész, ez gyakorlatilag így egy rotációs pont körül elforog. Ennek pedig az a lényege, hogy ez egy úgynevezett kick-up plate, ami azt jelenti, hogy el tudjátok képzelni, hogy ez föl van rögzítve a fartükörre, így, és a nagyon fontos funkciója az a biztonság, és az, hogy a lehető legsekélyebb vízre is ki tudunk menni, anélkül, hogy a propeller, a hajtóműve a motornak az veszélyben lenne. Ugyanis, ahogy haladunk, van egy maximális sebesség, amivel ezt lehet használni, ez egyébként 8 mérföld, tehát kb. 10 km per óra. Én azt mondom, hogy 10 km per óráig ez hatékony, tehát egy lassú cruise sebességen haladunk, és ahogy megüti egy tuskós, sóderzátony kövezés, vagy bármi a hajónak a szkegjét, akkor ez azonnal engedi a motort felbilleni, egy kb. 45 fokos billenést enged, ezzel a rozsdamentes lánccal meg is akadályozza, hogy tovább billenjen, de ezzel a felbilleléssel gyakorlatilag megmenekül a propellerünk, a szkegünk, nagy eséllyel nem törik meg, nem sérül a propeller, nem sérül a hajtómű. De amúgy ez ugyanúgy egy hidraulikus jackplate, tehát itt a belső oldalán ugyanúgy van egy ilyen hidraulikus rész, tehát ha valakinek ilyen termékre van szüksége, mert nagyon sekély vízen vagy akár erdőben vadászik, vagy tuskós környezetben horgászik, akkor fölemeli a motort a lehető legmagasabbra, azaz a legmagasabban használja a propellert, és még mindig bemer menni a sekély vízbe, mert egyszerűen ott ez a kick-up funkció, ez meg tudja védeni a propellerét. Tehát nyilván mind a két oldal ilyen, most így elég nehéz egyedül bemutatni, de ez gyakorlatilag ezt tudja. Ebből egyébként kettő termék van, ez a 90 lóerőig, a HID KU6000, és van egy nagyobb, a 150 lóerős termék, az pedig a HID KU6500. Ezek a termékek is elérhetők, ez a Vance-nek úgymond a legkomolyabb terméke, ez egy egyedi dolog, ezt ők ott találták ki, és ami nagyon fontos még, hogy itt van egy rendszer, egy úgynevezett nyomaték kulcs, egy ilyen nyomaték határoló valami, amit teljesen le lehet lazítani, az azt jelenti, hogy ebben a pillanatban ez az erő, ez a leglazább, azaz legkönnyebben tud felbillenni a motor, de ez egyben azt is jelenti, hogy nem lehet tolatni a hajóval, tehát hátrafele menetben föl fogja billenteni a motort, magától a propeller, ezért ezzel a kulcssal itt meg lehet annyira szorítani, hogy egy olyan szorosságot érjünk el ebben a felhajlásban, hogy még hátrafele lehessen menni a hajóval. Tehát tudunk tolatni, de a felhajlás az még működik.
és ezzel lehet játszani, gyakorlatilag ezt így be lehet a hajónknak, illetve a motorunknak a tömegéhez, meg a méretéhez állítani. Ez a jackplate, vagyis ez a hidraulikus kikáplét pontosan ugyanúgy működik, ugyanúgy egy Thomson Linear vagy Parker Hannifin pumpa van benne, ugyanúgy a felületkezelés adott, ugyanúgy lehet ezt megkapni sósvízes felülettel. Nagyon fontos a két termékről azt tudni, hogy mind a kettő 12 volttal működik, tehát a hajónknak a áramrendszerére rá tudjuk tenni. Itt vannak a vezetéket, egy biztosíték, mindegyikhez tartozik egy ilyen elektromágnes, ez a vezérlőrendszer, és akkor 3,5 méter vezeték ezekkel a kapcsolókkal, amit előre tudunk ugye hozni teljesen a kormányhoz, vagy akár a karosmotornál, mert amúgy ezeket karosmotorral is használják ott Amerikában. A kacsavadászatra használják főleg, amikor bemennek konkrétan az erdőbe. És akkor gyakorlatilag ez is egy Vance termék, Made in USA, nagyon fontos az anyag, mind a kettő 10-es repülőgép alumíniumból van, a lehető legkönnyebb. Egy nagyon komoly termék. Én ugye ezeket forgalmazom, ezek a termékek elérhetőek a jackplate.hu és a jackplate.eu oldalon. A jackplate.hu az egy kizárólag magyar vevők számára elérhető oldal, céges, áfás, tényleg bankkártyás fizetés, előreutalás, bármilyen fizetési rendszer működik. Még van egy angol oldalam, a jackpot.eu, ott pedig az EU vásárlók, tehát a környező országok magyar vásárlói is, Románia, Szlovákia, ezek a cégek ugye Európai Uniós adószámmal áfamentesen tudnak ott vásárolni, és Euróban is tudnak ilyen termékeket vásárolni. Tehát itt a közép-európai régióban tökéletesen meg tudom szállítani ezeket a termékeket. FedEx-el szállítok, a magyarországi viszonylatban pedig a Fox Post viszi ki ezeket a termékeket, egy héten belül gyakorlatilag minden ott van. Szóval ez a két legfontosabb termék, hidraulikus jackplate és a hidraulikus kikáplate. Ha bármilyen kérdés van, akkor a info@jackplate.hu e-mail címen, vagy a telefonszámon elérhettek, illetve a Facebook oldalon is megtaláltok, az pedig a manuális és hidraulikus jackplate-ek forgalmazása Magyarországon Facebook oldal. Amúgy legegyszerűbb úgy elérni, hogy facebook.com/jackplate.hu. Akit érdekel, oda kövessen be, lájkolja a posztjaimat, ott fotók elérhetők, képgalériák vannak, a hajók ott megtalálhatóak, nagyon sok hajó van már fönt, szerintem lehet, hogy 50-100 között valahol, sokféle termék, nem csak ezek a termékek elérhetők, egyszerűbb, olcsóbb termékek is. Nagyjából az árakról, a jelenlegi árak, a dollár most elég erős a forinthoz képest, vagy a forint elég gyenge, de én tudom tartani még mindig az árakat. A hidraulikus jackplate az 650 000 plusz áfa, míg a hidraulikus kikáplate az pedig 725 000 forint plusz áfába kerül. Jelenleg az alap Pro-verzióban és az alap Thomson Linear pumpával. És mindegyik általában van raktáron. Egy-egy darabot mindig tartok raktáron, tehát aki elviszi, megkapja. Ha egyből utána valaki már venni akar, akkor annak meg kell várni a következő szállítást, ami általában 1-2 hét. Köszönöm szépen a figyelmet! Itt vagyunk Tokajban, megyünk horgászni. Sziasztok!